problémánk van Borsod megyében és Szabolcs megyében, ahol országos átlag alatti a célérték elérés. A magas vérnyomás is a kiemelt témák között szerepel azon a kétnapos belgyógyász kongresszuson, melyet a József András Oktatókórház és a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportja szervezett Nyíregyházán. A tudományos ülés átfogja a belgyógyászat egészét, de ezúttal azokra az új irányvonalakra, jövőbeli lehetőségekre fektetnek nagyobb hangsúlyt, melyek az utóbbi években jelentősen megváltoztatták a belgyógyászat szemléletét, úgy a diagnosztika, mint a terápia terén. Az előadók mindezeket nem csak elméleti példákon keresztül mutatják be. Egyik célja ennek a konferenciának, hogy betegbemutatásokon keresztül a kollégák mutassák be azokat a problémás betegeiket, akiknek a diagnosztikája, terápia a mindennapi jelenlegi tudásunk alapján nem olyan egyszerű, és ezzel is segítsék azoknak a kollégáknak a munkáját, akik még ilyen bonyolult esettel nem találkoztak, és ha ilyen beteggel találkoznak, akkor még könnyebben tudjanak megbirkózni ezzel a problémával. A kongresszus egyik szervezője, a Nyíregyházi József András Oktatókórház, az országban élen jár a modern, magas színvonalú belgyógyászati ellátás segítő fejlesztésekben. Szerencsés helyzetben vagyunk, úgy érzem, mert egy új épületbe költöztünk, és ebbe az épületbe nem csak kórtermi ágyak vannak, hanem komoly eszközberuházás is történt. A gasztroenterológián belül olyan eszközt kaptunk, amit országban egyedül csak Nyíregyházán van még egyelőre. Ezt használhatjuk, ezt az eszközt, tehát nagy lehetőségek vannak a endoszkópiában, gasztroenterológiában, de hangsúlyozom, az egész osztály működésében jó feltételeket biztosított a kórház. A fejlesztések pedig nem zárultak le, további beruházások is tervben vannak. A jövő fejlesztési célja az a hemodinamikai labor és az invazív kardiológiai ellátásnak az eszközfejlesztése. Ez még egy tervezés alatt álló, határon átnyúló projekt keretében megvalósuló beruházás eredménye lehet. A szakmai kongresszussal közösen rendezik meg a negyedik szakdolgozói ülést is. Így az orvosok és a szakdolgozók egy konferencián belül cserélhetnek tapasztalatokat, és a szakdolgozók is ismertethetik kutatásaikat. A jelenleg a 22 előadás, a szakdolgozói előadás, a belgyógyászat nagy vertikumát keresztül foglalja. Vannak nefrológiai, kardiológiai, gasztroenterológiai előadások, és az orvosokhoz hasonlóan a szakdolgozók is tudományos munkát végeztek, és itt átadjuk egymásnak ezt a tudást. A kongresszuson két nap alatt közel 100 előadást hallgathatnak meg a résztvevők a belgyógyászat különböző témaköreiben.